A Diabetes Világnapját ünnepelte szombaton a Bartakovics Béla Közösségi Házban a Cukorbetegek EGRI Egyesülete. A cukorbetegség veszélyeire hívták fel a figyelmet. A programot a Mézvirág kórus nyitotta meg fülbemászó dallamaival. A résztvevők különböző előadásokat hallhattak magáról a betegségről, valamint annak megelőzéséről. Előadást tartott például dr. Gál Zsolt, a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház belgyógyászati osztályvezetője, arról, mit tett a diabéteses beteg az élet kilátásainak javítása érdekében. Frederik Bentingnek a születésnapját ünnepeljük, aki 1891-ben született, november 14-én, és 1921. november 14-én, 30. születésnapján bejelentette, hogy megtalálta az inzulint, felfedezték az inzulint, ami nekünk életet jelent. Korábban az ilyen egyes típusú cukorbetegek, mint én is vagyok, rövid idő alatt inzulin nélkül meghaltak, és azért volt ilyen nagy jelentőségű az inzulin felfedezése. Mi 23. alkalommal tartjuk ezt a Diabetes Világnapi rendezvényt. Mindig készülünk betegoktató előadással, mindig a legjobb előadókat hívjuk meg. A Magyar Diabetes Társaság professzorai, orvosai jönnek el hozzánk, most is kiváló előadónk lesz a Magyar Diabetes Társaság vezetőségi tagja, a Nyíregyházi Józsa András betegoktató kórház belgyógyászatának és diabetológiának a vezetője. Nagyon érdekes témákat hozott nekünk, de legfőképpen a beteg segített legjobban önmagán, a beteg gondozásba otthon, hogyha megtanulja ezeket a dolgokat, de ez rengeteget kell tanulni, és a betegoktatás a legfontosabb. Főorvos úr arról beszél, hogy mit tehet a cukorbeteg saját maga érdekében azért, hogy az élet minőségét megőrizze, és az életkilátásai javuljanak. Tehát a betegoktatásunk az folyamatos. 25 éve vagyunk, létezünk, és azóta egyetlen egy betegoktatásunk nem maradt el, még Covid idején is megtartottuk online. Partneregyesületek is részt vettek az eseményen. A Diabetes Világnap célja az, hogy felhívjuk a emberek figyelmét a cukorbetegség veszélyeire, és a korai felismerés és a megelőzés fontosságára, mert a kettes típusú cukorbetegség 70%-a megelőzhető lenne, megfelelő életmóddal és megfelelő kezeléssel, csak ahhoz tudni kell, hogy cukorbeteg, de a Magyarországon élő 750 ezer cukorbetegen felül legalább annyian lehetnek, akik nem is tudják, hogy cukorbetegek, és ez a legnagyobb baj, mert így a cukorbetegség szövődményének a megelőzésére sincsen lehetőségük. Tehát mi évente 3000 vércukrot mérünk, most is folyik itt vércukormérés. 7 cukorbetegnek a lábát amputálják naponta. 3 cukorbeteg vakul meg, tehát itt most diabétesz lábvizsgálatot is tartunk, hogy ezeket megelőzzük, és ezekről a döbbenetes adatokról nem tudnak sokan, nem eléggé köztudott. Tehát mi ezen a napon felhívjuk a figyelmet a cukorbetegség veszélyére, elindulunk, szórólapokat viszünk magunkkal, tudjon meg többet a cukorbetegségről. A világnapon szokásos figyelemfelkeltő séta most a szakadó eső miatt elmaradt.